úgy üljetek, hogy ne legyél háttal, picit forduljatok erre felek. Az utolsó simítások a nagyszabású előadás előtt, az Ádámok és Évák ünnepe bibliai történeteket dolgoz fel és gondol újra. A kereskedelmi szakközépiskola tanulóitól például Jézus születésének legendáját láthatja majd a közönség, azonban nem a hagyományos módon. Pont az ilyeneket szeretem. Szép, csendes. A tanár úr vetette föl az ötletet, hogy játszódhatna egy bárban. És hát mi megvevők voltunk rá, mert nagyon jó ötlet, tehát nem egy tipikus betlehemezős keretbe bújtatjuk az egészet, hanem adunk neki egy külön löketet, és szerintem ez jó ötlet volt. Megvan az utolsó gitártartókos, hogy dring, akkor innen le kéne szedni a fényt. És a vivin kéne, hogy legyen több, de nekem ez így már jó szinte. A tanulók Gasparik Gábort kapták mentornak, aki felügyelte és segítette a csapatot, a forgatókönyv kitalálásától egészen a színpadra állásig. A színész elmondta, már most nagyon büszke a növendékekre, és az a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát az előadás közben. Énkor mindig úgy van, hogy ilyen könnyes szemmel áll az ember a takarásba, és benne van a druk, hogy csak csináljuk pontosan, de ha nem pontos, az sem érdekel, mert úgyse senkit. Az, hogy közben meg mire számít az ember, azt szeretném, hogyha a lehetőségeinkhez és az adottságainkhoz képest a lehető legjobb teljesítmény nyújtsuk, és akkor onnantól kezdve az egy szép nap, és semmi másra nem számítok, csak hogy jók legyünk magunknak. Az Ádámok és Évák ünnepét már második alkalommal szervezték meg városunkban. Rubold Ödön elmondta, a tavalyi előadás után számított a hasonlóan kreatív ötletekre, néhány megoldás azonban még őt is meglepte. Nagyon-nagyon sok élményem van, mind zenei megoldásokban, mind szövegkönyvekben. Még nem láttam egyelőre minden, de legyen ez titok, és a nézőknek is hadd legyen meglepetés, és én nagyon remélem, hogy nem csak a diákoknak a szülei, meg tanárai, meg rokonai jönnek el, hanem Dunaújvárosból is, a kis híradás alapján remélem, hogy nagyon sok kíváncsi ember lesz, mert nagyon sok érdekes megoldás, és sokszor olyan, valóban meghökkentő és a gondolatot telibe találó megoldásokat láttam, ami még sokszor profi színházakban is igazi művészektől sem várja az ember, mert ugye a fiatalságnak ez a csapongó, nyitott és szárnyaló fantáziája meg fog nyilvánulni ezen az estén. A főrendező hozzátette, tavaly akkora sikere volt az előadásnak, hogy meg kellett ismételniük a darabot, idén is hasonló fogadtatásra számít. Elvileg kész vagyunk, csak azt nem tudom, hogy kiforogjanak-e.